Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, kot že nekajkrat tudi tokrat se za vas oglašam iz Evropskega parlamenta, kjer za vas opravljamo intervjuje oziroma pogovore z različnimi državljani Evropske unije, ki prihajajo sem v Strasbourg in sodelujejo pri tej razpravi o prihodnosti Evrope. Tako smo povabili k mikrofonu gospoda Šandora Denešija, da nam kaj več pove o svojih izkušnjah. Gospod Šandor, so Sir Šandor, why have you decided to participate on this conference of the future of the Europe? Mm-hmm. Okay. Nos, azért döntöttem úgy, hogy eljövök, mert hát először is ugye, mert meghívtak, viszont nagyon is érdekelnek ezek a témák, bár nem a szakterületem nekem, a klímaváltozás és az egészségügyi témája az igenis érdekel, és szeretnék egy más nézőpontot is képviselni, mert úgy érzem, hogy egy picit a szabad piacokat nem engedik érvényesülni ezen a téren. How important is for you are the climate change? Értem, tehát a klímaváltozás, hát először is az jut eszembe, hogy az Egyesült Nemzetek már évtizedek óta azért eléggé jezget minket azzal, hogy vége lesz a világnak a következő 10 évben, mind elpusztulunk, túlnépesedünk, és eddig még nem váltak be a jóslatok. Tudom azt, és bízom abban, hogy vannak erre olyan megoldások is megoldani ezt a klímaváltozást, amik nem járnának azzal, hogy drasztikusan visszafogjuk az embereknek a szabadságjogait. So you participate now on this weekend on this panel 3 here in Strasbourg. What's happening here? Nos, hát bemutatják nekünk ugye a szakértők véleményeit elsősorban ezeken a plenáris üléseken, utána csapatokra osztanak és megvitatjuk egymás között, hogy mik a legfontosabb témák a klímaváltozás, illetve az egészségügy terén, és később majd ezeket kell kiválasztjuk. What are your expectation at the conference? Hát az lenne az elvárásom, hogy legalábbis olyan viták alakuljanak ki, amik kicsit segítenek előrevinni azt a nézőpontot, hogy nem mindenre az állami kontroll a megoldás. On the conference on Europe, this is not the only activity on this weekend. There are more activities. Will you participate? Természetesen részt fogok venni a továbbiakban, lesz valamikor novemberben egy online értekezlet, azt mindenki otthonról fog bekapcsolódni, és jövő év elején januárban lesz Varsó mellett szintén egy konferencia, ahol szeretnék részt venni. Mr. Sándor, thanks for your time and for interesting information. Köszönöm szépen az interjút.